az egy nemes van, csináltam egy két szerpét, igazán passzol hozzá ez a csaj. Hol találkoztál? A Mekkában. Találkozások jönnek-mennek az életünkben, bennük a sorsunk apróbb vagy éppen nagyobb kérdései tűnnek elő. Az alkotók Édes hármas párosjáték két félidőben címmel határozták meg a darab műfaját. Az eredeti vígjáték a 70-es évek Londonában játszódott, és abból Follow Me címmel készült amerikai filmvígjáték 1972-ben. A rendező azonban a mába helyezte a történetet, mert úgy érzi, most tud szólni az emberekhez aktualitásában, üzenetében ez az előadás. Ez egy elgondolkodtatóan vicces darab. Két egyfelvonásosról beszélünk, és tulajdonképpen az volt a célom, hogy egy kicsit mulatságosan, de elgondolkodtatóan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az emberek mennyire nem tudnak közlekedni egymás között, emberi kapcsolatokról szól. A vígjátékban színpadra lép Nagy Enikő, Szabó Győző és Széles Tamás. Szabó Győző számos színpadi szerepe és a filmforgatások miatt ritkán jut el szülővárosába. Korábban nem láthatta őt még színészként a nyírbátori publikum. Bár már egy ütőhangszeres jubileumi előadáson föléptem itt évekkel ezelőtt, most mégis egy ilyen színházi előadással ez egy kicsit más, kicsit izgalmasabb, izgulok is, jobban izgulok szerintem, mint bármikor. Bizonyára sok régi ismerősöm, haverom el fog jönni, vagy akik nagyon kíváncsiak arra is, és hát akik nem tudnak eljutni Budapestre, vagy nem bizonyára ez most mi hoztuk ide, mi jöttünk el a közönséghez. A Nyírbátori Kulturális Központ számos érdekes programmal várja a gyerek és felnőtt közönséget a közeljövőben. A színházbarátoknak április közepén igazi csemegét kínálnak. Az Orlai Produkciós Iroda a Szív Hídjai című előadást hozza el Udvaros Dorottyával és László Zsolttal a főszerepben.